Balázs Péter! Köszönöm szépen! Na, szóval nem tudom én, hogy miért is jöttem ide, hiszen azt kell mondjam, hogy én annak idején nem csak színész vagyok, ugye színházigazgató, közszereplő, tényező, intézmény, de nem akarok szerénykedni, de annak idején én Páger Antallal, Sinkovics Imrével, Latinovics Zoltánnal, Tolnai Klárival játszottam, és annyit akarok elmondani, nem tudom, hogy te melyik vagy, gondolom a Baginacsából a másik, hogy annyit szeretnék nektek elmondani, hogy amikor rátok nézek, akkor eszembe jut, hogy mennyire nincs utánpótlás. Tehát ez fantasztikus dolog. Köszönöm, azt mondja, hogy hagyjuk abba, igaz ez? Nem azt mondom, el se kellett volna kezdeni. Add oda a gyűrűt, mert nagyot hibázott. De vigyázz, nagyot... nem szabad ráthúzni. Muszáj. Húzd magadra. Nagyot hibázott. Nagyot hibáztak az öltöztető, ki is lesznek rúgva. Szóval azon gondolkodom, ugye, hát színészkedni próbáltok. Hát, hogy érzitek magatokat, drága kispofám? A helyzet az, hogy add vissza a gyűrűmet, ez nem kell elég gyűrű, tudod, és... El akartam lopni. De ne, azt nem. De viszont van egy dal, arra gondoltam, hogyha már mi Bohózatban is játszottunk, hogy akkor énekeljük el ezt a dalt. A ringasd el magad. Nem mondom. Hát énekeljük el. Laza emberek vagyunk, csak a refrén. Csak a refrén. Na tehát álljunk meg egy picit. Ringasd el magad. Ringasd el magad. Ha senki nincs, ki elringasson, ringasd el magad. Ringasd el magad. Ringasd el magad. Ha senki nincs, ki elringasson, ringasd el magad.